Átsegítettél nehéz perceket bennünket, megtartottál, hogy együtt lehetünk. Nagyon hálásak vagyunk, ezért énekelünk neked. Szívünk legmélyéből jöttek ezek a dalok, Uram. Tiszta szívvel dicsérünk téged, és örvendezünk. És köszönjük azt a kiváltságot, hogy mi is dicsérhetünk téged az élőkkel, mert mondja te ígéd, Uram, hogy aki él, az dicsér téged. Uram, mindenért nagyon hálásak vagyunk. Köszönöm külön a te kedves jelenlétedet ma este is. A te hűséget pedig meghat, Uram. Évek óta hűséges vagy, és soha nem hagytál el. Soha nem hagytál cserbe. Köszönjük neked, köszönjük az egyházat, ezt a csodálatos mesterművet, köszönjük a testvéri kapcsolatokat, a családtagjainkat, gyermekeinket, egymást. Uram, nagyon sokkal tartozunk neked, mindenért neked adjunk hálát. De most ezekben a percekben előtt hozzuk azokat, akik bajban vannak, betegek, talán kórházba követik ezt az összevetelt. Kérjük, Uram, hogy Istennek a látogatása most ott, ahol van, Istennek a gyógyító ereje járja át őket. És kérjük, Uram, hogy természetfeletti módon avatkozz be. A te kezed nem rövidült meg. Csodát kérünk tőled, Uram. És olyan sokszor láttunk téged akcióba. Ma is tedd meg, ezt kérünk. Vagy akik nagyon távol vannak, talán egyedül búsulnak, talán elhagyták őket. Nehéz perceken mennek át, szomorúak, vagy talán tragédiák után vannak, elvesztették szereteiket ebben az évben, és nagyon nehezen viselik. Vigasztald meg őket, Uram. Erősítsd meg őket. Te vagy az özvegyek, és te vagy az árvák Istene. Te tudsz vigasztalni és megerősíteni minden embert. Uram, kérünk téged, hogy a mai napon különösen látogass meg őket. Azokért külön imádkozunk, akik internet előtt követnek bennünket. Add meg, Uram, hogy ők is áldáshoz jussanak. És köszönjük neked minden a Jézus nevében. Amen. Amen. Nagyon nagy tisztelettel és örömmel köszöntelek benneteket. Nagyon nagy öröm látni benneteket. És mielőtt helyet foglaltok, fejezzétek ki egymás iránt a tiszteleteteket, köszöntsétek egymást, mondjatok két-három szót egymáshoz, valamilyen vigasztalót, bátorítót, mondjad a szomszédodnak, de jó, hogy itt vagy, pont jó helyen vagy. Érezd jól magad közöttünk. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek. Mielőtt az Isten tiszteletnek a további részébe megyünk tovább, szeretném ezt a könyvet reklámozni, mivel nagyon kedvenc könyvem nekem ez, a negyedik dimenzió Dávid Jongicsótól. Körülbelül 32 évvel ezelőtt olvastam először ezt a könyvet, talán még az egyszer vagy kétszer utána kiolvastam. Személyesen is találkoztam a Jongicsóval. Azért érdemes odafigyelni az ő könyvére, mert az életére érdemes odafigyelni. Az Isten úgy használta ezt az embert, hogy talán a világ legnagyobb gyülekezetét építette fel rajta keresztül. Nagyon sok ember élete is megváltozott, nem csak szellemileg, hanem még fizikailag is nagyon sok csoda történt a szolgálata alatt. Ajánlom a figyelmetekbe, szerintem nagyon sokat segített nekem, és szerintem nektek is fog. És még mielőtt tovább mennék, szeretnélek arra kérni, hogy azokat, akik először vagytok közünkben, egy nagy-nagy tapssal köszöntünk benneteket, Isten hozott benneteket, bárhonnan is jöttetek, többeteknek aztán nem ismerjük, de nagyon jó helyen vagy, szeretném elmondani neked. Ha nem mondták volna, akkor mondom én, nagyon jó helyen vagy. Nyugodtan mondhatod a szomszédodnak, jó helyen vagy ma este, nem fogod megbánni. Egy kicsi magyarázattal tartozok, mert a héten elég sok, mondhatom, reklamációféle jött. Ugyanis
Többen nem értik a prédikációmnak a stílusát, és fennakadtak, hogy úgy gondolják, hogy hülyeskedek az Isten munkája, hogy miért kell annyi viccet mondani, meg hülyeséget még prédikálok. Úgy is mondták, hogy tudsz ennél komolyabbat is. Szeretném elmondani, hogy csak az elmúlt év annyi horrort tartogatott a számunkra. Bocsássátok meg, de mi nem szeretnénk ebbe belepusztulni. Az Istentől van a humor. Az segít a lelkünknek, vagy feldolgozni. Na most az Isten tiszteleti formája nincs lerögzítve a Bibliában. Az íge benne van, de mindenki úgy adja el, ahogy tudja. Én egy pincér vagyok. Na most van olyan pincér, láttam olyan pincért, aki az egyik karján 6 vagy 7 tányért így hozott, meg hülyeskedett, és nem ejtett el. Én szerintem, ha 3-at tennék, az egyiket biztos lejteném. Mert én nem erre születtem. Mindenki úgy mondja, hogy tudja. Én így humorral igyekszek, és imádkozatok, mert szerintem jó a humor. Tudom, hogy van, aki szereti, lehet, hogy valakit idegesítek vele, de ha idegesítlek, testvér, sajnálom. Kérlek, ne haragudjatok rám, de én nem akarok erről lemondani továbbra se. Úgy gondolom, hogy az Isten igéhez fűszerként használható a humor. A vicc is hozzátartozik. És szerintem a hülyeség is. Van jó hülyeség. Higgyétek el, hogyha a kapcsolatunkban, ha minden nap mondanál egy viccet a feleségednek, jobb lenne a házasságot. Komolyan mondom. Ilyen egyszerű. Hát miért kell olyan vakbélgyulladásként élni az életet? Hát megnézed a gázszámlát, egyből elmegy minden kedven. Miért kifizeti valaki helyetted? És akkor? Nem jobb, ha mondasz egy viccet. Milyen jó, hogy ezt is ki tudjuk fizetni. Már egy profécia lassan beteljesedik. Tudod, mit ír a Biblia? Hogy a drágaságot is fogod nevetni. Tehát mikor az Isten úgy megállt, meglátod a gázszámlát, tudsz nevetni, akkor már elfogadom, hogy őszintén vagy. Se fizetik ki. Hát búsulhatsz, de valami megoldódik tőle. Mondtam már nektek, nem oldódik meg akkor. Úgyhogy az a kérésem, kedves hallgatónk, aki nagyon idegesítlek, hogy talán nem baj, ha más csatornát keresel magadnak, hanem én vagyok a preferáltod. Szerintem nem muszáj idegesíteni. Én nagyon tisztelem, képzeljétek el, idegesítem, és mégis végighallgat. Hát szerintem ez... Én nem szoktam olyan filmet nézni, ami idegesít. Legjobb esetben elalszok alatta. De aki még szónoklat idegesít, én azt nem szoktam hallgatni. És képzeld, vannak ilyen hallgatóim, és még kommentálja. Ez nem volt jó, az nem volt jó. Úgyhogy szeretném megköszönni, hogy ennyire nagy áldozatot hozol, hogy követsz. De ígérem, hogy jövőben még több hírséget fogok mondani. Bár ne kéne, de amíg halnak meg emberek körülöttünk, és annyi fájdalom van, ha az ember... Nem hallottam, azért nem nevetek, de... Menjünk haza! Hát én még nem prédikáltam. Vehetnék haza, tényleg szerintem jó volt dicsérni az Urat. Szerintem... De már a karácsony lejárt, úgyhogy most azért röviden megpróbálok prédikálni. Az év utolsó prédikációján vagyunk, ne húzzuk az időt, azért szeretnénk, ha be is fejeznénk időben. Kicsit gondba vagyok, mert tudod, még vannak olyan prédikációk, amit el akartam mondani, és gondoltam, most egyszer elmondok, hogy 5-5. Tudjátok, hogy benne van a Bibliában, hogy kell számolni a napokat? És az év utolsó napján és az év vége felé általában minden ember igyekszik számadást végezni. Van, aki a pénzét számolja. Szerintem az nem baj. Csak legyen mit. Van, aki a problémáit számolja. De az ige határozottan mondja a 91. Zsoltárban maga Mózes, taníts minket úgy számlálni napjainkat. Tehát Isten tanít bennünket, és buzdít arra, hogy időnként húzzunk egy számadást. És ma egy ilyen prédikációt szeretnék elmondani, amiben segítselek arra a téteket is, magamat is, hogy tegyünk egy számadást. Milyen volt az évünk? Mi az, amit másképp kell csinálni? Mert ha valamit nem változtatunk, akkor ilyen lesz a jövő is. És gyertek, változtassunk. Nézzük meg, melyek azok a tényezők, amiket változtatni kell. Az ige azt mondja, az embernek az élete 70, fejebb 80, és ennek nyavarésze
Nyomorúság. 70 év, tudod hány nap? Leírtam. 25.550. 80 év, 29.200. Ha már idősebb leszel és megadja az Isten a 90-et, 32.850. Aki 100 évet akar élni, az 36.500 évekkel kibírja. Bocsánat, napig. De ez se sok. Belegondolsz, csak ennyi? Hú, és akkor már ott vagyunk a 20.000 körül. Igen, el kell gondolkodni. Mert mindenkinek kell számot adni. Van, aki az értében még meghúzza a vonalat, van, akinek utána húzzák meg. De jobb, ha mi húzzuk a vonalat, mert napokból rakjuk össze a heteket, hónapokat, éveket. És akkor szeretnéd, de ha fiatal lennék, és előről kezdhetném, ilyen dumákat szoktunk mi is mondani, csak az a helyzetet nem tudjuk újra kezdeni. Úgyhogy jobb, ha most korrekció vezetőn be. Én szeretnék egy olyan történetet, kicsit hosszú lesz a felolvasás, de legalább olvas mindenki ma a Bibliában. Amit egy olyan történetet felolvasni, amiben az Istennek a tervét látjuk Dániel életére, ami úgy hiszem, hogy a mi életünkre is érvényes. Dániel könyve 6. részéhez kérlek, nyissátok ki a Bibliátokat, a 3. verstől olvasom, a 23. Még kicsit hosszabb lesz, de kibírjuk. Dániel 6. 3. verstől. Akkor ez a Dániel felülmúl haladá az igazgatókat és a tisztartókat, mivel hogy rendkívüli szellem volt bennem. Úgyhogy a király őt szándékozott tenni az egész birodalom fölé. Akkor az igazgatók és tisztartók igyekvének okot találni Dániel ellen a birodalom dolgai miatt, de semmi okot vagy vétket nem találának, mert hűséges volt. És semmi fogyatkozás, sem vétek, sem találtaték bennem. Akkor mondták azok a férfiak, nem találunk ebben a Dánielben semmi okot, ha csak nem találhatunk ellene valamit az ő istenének törvényében. Akkor azok az igazgatók, tisztartók berohantak a királyhoz, és így szóltak. Dáriusz király örökéi, tanácsot tartottunk az ország összes igazgatói, hertajtói, fejedelmek, tanácsosok, kormányzók, hogy királyi végzés hozassék az és erős tilalom adassék, hogyha valaki 30 napig kér valamit valamely istentől vagy embertől, te kívüled, ó király, vettessék az oroszlánok vermében. Most azért, ó király, erősítsd meg a tilalmat, és add ki írásban, hogy meg ne változtassék. A médek és perzsák vissza nem vonható törvénye szerint. Annak okáért Dáriusz király adott írást és tilalmat. Dániel pedig, amint megtudta, hogy megiratott az írás, beméne az ő házába, és az ő felső termének ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és háromszor napjába térdesve, térdeire esék, könyörge és dicséretet tőn az Isten előtt. Amiképpen azelőtt cselekszik valam. Akkor azok a férfiak berohantak, és meglátták Dánielt, amint könyörge és esedezik az Isten előtt, és ekkor bemenének, és mondanak a királynak, a király tilalma felől, nem megírtad a tilalmat? Hogyha valaki kér valamit valamely istentől, vagy embertől, 30 napon kívüled, te kívüled, ó király, vettessék az oroszlánok vermébe? Felele a király, és mondta, áll a szó, a médek és perzsák vissza nem vonható törvénye szerint. Erre felelének, és mondanak a királynek, Dániel, aki a judabeli foglyok közül való, nem becsül téged, ó király, sem a tilalmat, amit megírtál, hanem háromszor napjában elkönyörgi könyörgését. Akkor a Dávid, akkor a király, amint hallotta ezt, igen restelkedék amiatt, és szíve szerint azon volt, hogy Dánielt megszabadítsa, és napnyugtig törekedék őt megmenteni. Erre azok a férfiak berohantak a királyhoz, és mondták a királynak, tudd meg, király, hogy ez a médek perzsák törvénye, hogy semmi tilalom vagy végzés, amelyet a király rendel, meg ne változtassék. Erre szól a király, és előhozzák Dánielt, vették és vetették az oroszlánok vermében. Szól a király, és mond a Dánielnek, a te Istened, akiben te szüntelen, akinek te szüntelen szolgálsz, ő szabadítson meg téged, és hozzának egy nagy követ, és oda tevék a verem szájára, és megpecsélje a királyhoz a gyűrűjével, és a főembereinek gyűrűjével, hogy semmi meg ne változtassék Dánielre nézve. Erre eltávozik a királyző palotájában, és étlen tölt az éjszakát, és vigasságtevő szerszámokat sem hozatta eléje. Kerülte őt az álom. Hajnalban a király azonnal felkele még szürkület körül, sietve az oroszlánok verméhez méne. És mikor közel ér a veremhez, szomorú szóval kiállt a Dánielnek. Szól a király, és mondta, Dániel, Dániel, az élő Istennek szolgálja, a te Istened, akinek te szüntelen szolgálsz, meg tudod szabadítani téged az oroszlánoktól?
Akkor Dániel szól a királynak, király örökké éj, az én Istenem elbocsátta az ő angyalát, és bezár az oroszlánok száját, és nem árthattak nekem, mert ártatlannak találtottam ő előtte, és te előtted sem követtem el. Ó, király, semmi vétket. Akkor a király igen örvende, és Dániel kihozatta a veremből. És kivették Dánielt a veremből, és semmi sérelem nem találtaték ő rajta, mert hitt az ő Istenében. Ámen, ámen. Egyelő eddig az ige, még lesz egy-két ige, amit fogok felolvasni, de most talán ennyi. Akkor menjünk bele ennek a történetnek a spirituális tartalmába. Most nem fogjuk elemezni magát a történetet. Csupán azt szeretném kiemelni ebből a történetből, hogy a király ebben a történetben az Istennek a jelképe, Dániel pedig a mi életünket és a sorsunkat képviseli. És azt gondolom, hogy itt Dániel az életével profétált, tehát nem úgy profétált, hogy mondott valamit, hanem amin ő átment, az számunkra egy profétikus dolog. Amúgy a profétáknál sokszor ezt látjuk, hogy nem csak kimondanak valamit, hanem az életük maga egy nagyon nagy tanulság. És azt látjuk, hogy Dánielt a király fel akar emelni. Ez az első dolog, amit most szeretnék kiemelni a történetből. Mert a nagy király, a királyok királya, Jézus Krisztus ugyanezzel a tervel van, ugyanilyen terve van veled kapcsolatban. Feljebb akar emelni. Fel akar emelni. Mondjad a kedves szomszédodnak, Istennek az a terve, hogy feljebb emeljen. Mondja az ige, hogy és feljebb valóvá tesz téged az Úr. Feljebb valóvá. Ez az Istennek a terve, feljebb emeljen. Nagyon, nagyon fontos, hogy legyen magadról egy látás, hogy Isten téged feljebb akar emelni. Akárhol vagy, még van feljebb. És ugye nagyon sok ember a sorsában zavarként éli meg, ha van egy rossz dolog. És akkor hallottam olyan is, hogy történt valaki vele egy baleset, vagy mit, és akkor mondta, hát... Az Isten elvitte, mint egy 20 éves ember, öngyilkos lett, és akkor mondták, hogy az Isten elvitte. Szeretném elmondani, ez nem így van. Isten soha nem akar neked rosszat. Biblia határozottan mondja, hogyha ti a fiaitoknak tudtok jókat, adtok jókat, mennyivel inkább az Isten? Hányatoknak van gyermekeitek? Most nem kérdezem meg, hogy hányatoknak van unokája, mert azt mondjátok, hogy öreg vagyok, hanem azt mondom csak, te akarsz jót a gyermekednek? Isten annál inkább akar jót. Te akarnál olyant, hogy a gyermekednek rossz legyen? Nem azt szeretnéd, hogy feljebe kerüljön, mint te? Hát Isten annál inkább jót akar veled kapcsolatban, velem kapcsolatban. És ez azért fontos, mert amíg azt hiszed el, hogy hát a rossz is az Istentől van, nem barátaim. Istennek van minden emberre egy projektje. Ahogy a királynak volt egy terve, hogy itt van ez a jóképű fiatal ember, ezt felemeljük. És rád néz az Úr, azt mondja, itt van egy jóképű fiatal ember, ezt felemeljük. Ha hölgy van melletted, akkor mondom, hogy van Isten melletted egy jóképű hölgy, Isten mondja, hát ő teremtett. Feljebb emellek. Feljebb valóvá tesz téged az Úr. 5 Mózes 28.1. És nem alá. Feljebb valóvá. Ez az Isten akarata. És ne fogadd el, hogyha lefelé megy a pályád, vagy valami baj van. Akkor nézzük meg, mert lehet, hogy mi rontottunk el valamit. Rossz kocsira ültünk. Ma nem annyira divat a vonatozás, de régebb, amikor sokat vonatoztunk, előfordult olyan, hogy az ember ment ki az állomásra, nagyon kicsit késett mondjuk, és mi részevette, felült egy más vonatra. Egészségedre. És akkor csodálkozott, hogy nem odaérünk, ahova szeretett volna. Hidd el, Isten olyan vonatra akar felültetni, ami feljebb visz téged, és a sik erőre visz, nem hátra. Na most, ha húzol egy vonalat ebben az évben, jó, ha húzol. Előbbre tartasz, vagy hátrébb? A házasságodban, az egyéni életedben, az anyagi életedben, minden területen. Hát mit mond az ige? Bővölködővé tesz az Úr minden jóban.
Nem csupán egy szeret, például az egészségedet is az Úr helyre akar állítani. A házasságodat is akar, hogy jobb legyen. A kapcsolatrendszered is legyen jobb. Te is legyél jobb. Az, hogy mostan a hajadat megfestették, amíg aludtál, az egy másik kérdés. De attól te lehetsz jó. Miért ne lennél jobb? Hát a szíved nem öregszik, az rájött. Tudjátok ti azt? Fiatalok, az öregnek a szíve fiatal. Csak fehér a haja, de a szíve pont olyan fiatal. Nehogy azt gondold, meg van vénül, a szív nem öregszik. Csak tapasztalatot nyer. És tudod, hogy le van írva Istennek a terve veled kapcsolatban? Róma 12 azt mondja, ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megtudjátok, hogy mi az Istennek, és mondjuk hangosan, jó, kedves és tökéletes akarata. Milyen az Isten terve velünk? Jó, kedves és tökéletes. Amikor az Isten megteremtette az embert a földre, nem azt mondta, figyelj ide, adjunk neki munkát, itt törj a sziklát. Az édenkertben volt teremtve az ember. Ült az árnyékba, megérzett, megevett banánt, ne unja meg a banánt, evett utána egyebet. Nem kellett menni dolgozni, vagány sorsa volt. Így volt elképzelve az ember terve. Most is bűnbeesés után igazából egy helyreállítási folyamat van Jézus Krisztusban. A munkától mondjuk nem úsztuk meg, azt kell dolgozni továbbra is, de az nem olyan, szerintem az nem olyan nagy baj, örülj annak, ha tudsz dolgozni is. Az Isten tartsa meg hosszú élettel egészségben, de örülj, hogy dolgozhatsz. De az Isten terve mindannyiunkkal kapcsolatban jó, kedves és tökéletes. Jézus, amikor eljött a földre, ő önmagában elhozta azt a tervet, és végre, elkezdte végrehajtani. Azt mondja az a tolvaj azért jön, hogy ő jön, lopjon és pusztítson. De én azért jöttem, életet legyen, és bővölködjél. Mondjuk hangosan, életünk legyen, és bővölködjünk. Tehát látjuk egyértelmű, hogy Istennek ez a terve velünk kapcsolatban. Nem az az Isten terve, hogy jó szegény, hát ha eszedbe jut, hogy van Isten. Nagyon sok ember most éhezik, de nem lettek jobbak. Sőt, sokkal jobb, hogyha tudsz, jól megáld az Isten, mert akkor még van, mit tudunk segíteni másnak is. Hála Istennek, most nem dicsekvésködtünk mondjuk, de az idén hány fuvart csináltunk Ukrajnába? 9-et vagy 10-et? 7-et. 7 a Jánoséval együtt, amiket ő csinált? Az plusz, az 10-et. Úgy tudom, te meg hányszor voltál? Yeah. Te 3-szor, 10. 10 fuvart csináltunk Ukrajnába. Csak azért mondom, hogyha mi szerencsétlenebbek lettünk volna, mit küldtünk volna? Karácsonyi időzletet? És még most is gondolkodok rajta. Nem értek egyet a háborúval, ne értsetek félre, de most nekünk nem az adontunk, hogy most eldöntsük, hogy ki a hibás, ki nem, hanem valaki lesújtott állapotban, hogy tudunk segíteni. Ezért akar Isten megáldani, tudjunk segíteni máson. Mondjuk annyira nem kell menjünk mi Puerto Ricóba, Ukrajnába, elég a Marosparta kimész, mert itt is rengeteg szerencsétlen van, még a mi városunkban is, de azok felé is igyekszünk szolgálni. Csak ezért mondom, hogy akarj áldott lenni, akarj győztes lenni, akarj meg az Isten tervét. Hát most gondold el a te gyermekedet, nézd a gyermekedet, látod, hogy napról napra virágzik, nem attól örülsz. Hát az Isten lenéz, és abban gyönyörködik, hogyha te jól vagy. Lehet, hogy megdöbben, amit mondok, de elmondom nektek, amikor erről beszélek legtöbbször, csak már nem anyáznak az internetről. Hogy képzeled? Azt mondanám, hogy legyünk szegények, szerencsétlen, tökkel ütöttek, félhülyék, azt elfogadják, azt tudják, az jó. De azt mondom, hogy áldott kell légy. Mit képzelsz te magadból? Jézus szamáháton ment. Milyen dolog, hogy te autóval jártok? Néha gondolkodok, hogy ezek normálisak, vagy mi van ember? A bolondokházába keveredtem, sem tudom. De sok ember azt akar rád kényszeríteni, hogy te legyél szegény. De Jézus nem azt mondja, hogy azért lett szegényé, hogy mi az ő szegénység által meggazdagodjunk. Ez az Isten tökéletes akarata. Ha meg nem így van, és ebben az évben nem sikerült anyagilag előre jussál, ha a kapcsolataidban, akkor nézzük meg, hogy valami nem a terv szerint megy. Valamit elrontottunk.
Nem az Istennel van baj, velünk van a baj. Ha nem úgy működik, nem tudom, ti hogy vagytok. Én úgy szoktam, amikor veszek valamit a boltból, soha el nem olvasom az utasítását, hanem bedugom a konnektorban, mert én mindent tudok, bekapcsolom. Mikor elromlik, vagy nem működik, akkor nézem, mi volt, csak akkor olvasom. Meséltem nektek, vettünk egy mosógépet, bedugtam, azt a mosógépet, csak már tudok kezelni, mit kell nekem olvasnod a könyvet, bedugom, három hónap elromlik. Hívom, jó nagy képen, hallom. Garanciál, igen, jöjjenek én, mert vettem egy gépet, nagyon gyenge, nem értenek semmi, jöjjenek hamas, örüljenek, hogy egyáltalán nem jelentem fel magukat. Ki jön a pasas? Nézd is, mondja, uram, ön elolvasta a használat utasítását. Mit olvasok egy mosógépen? Hát ez már nem tudom, hányadik nekem, nehézke, vagy 20 éves. De írja rajta, hogy nedves közegben nem használható. Mondom, micsoda, milyen mosógépet? Akkor nem, milyen, a padláson tartsa, vagy hogy? Uram, ez ön olyan mosógépet választott, ami nem szabad fürdőszobában, ezért az agy tönkrement benne, ami 150 euró. Micsoda? Hidd el nagyon sokszor. A használati utasítást néztük el. A Biblia a használati utasítást. Ha nem működik valami az életünk, mert nem Isten a hibás. Azt a viccet tudjátok, hogy küldött valaki az apjának egy iPad-et Amerikából, és felhívja karácsony, na apukám, megkaptad a, vagy anyukám, megkaptad az iPad-et, meg drága leányom, olyan jól lehet rajta vágni a hagymát, kitűnő. Számára tökéletes volt. És csodálkoz, és sokszor ez a problémánk, hogy nem használati utasítás szerint élünk, de szeretnénk, hogy még működjenek a dolgok. Nincs, hogy működjen. El kell döntsed. És el kell döntsem. És ha nem működik, akkor gyertek, nézzük meg, hogy mi volt, mit teszünk rosszul. Hát ha azt mondja az ige, hogy bővölködjünk, életünk legyen, jó az Isten terve, kedves, tökéletes. És ez azt mondja, feljebb és feljebb visz, előre, előbbre visz az Úr. Ez az Úr akarata. A te életeddel és az enyémmel is. Nem azért, hogy na, figyelj, erre megszülettél, és 35 ezer napot, az már ott 100 év körül van. Megiszol, megeszel 365 darab kenyeret, megiszol 3 köbméter vizet, 1,5 köbméter tejet, elszívsz ennyi levegőt, s mehetsz a túlvilágon. Nem ezért születtél. Van Istennek terve az életeddel. Van Istennek terve az életünkkel. Van Istennek a terve. Mégpedig jó, kedves és tökéletes. Így, ahogy volt. Csak van még egy másik terv is. Ahogy ebben a történetben látjuk, alig tervezte meg a király az egyik tervet, rögtön összefogtak mások, és készítettek egy második tervet. És ezt a tervet a meghiúsítás tervének nevezzük. Tudd meg, nem csak Istennek van terve az életeddel, hanem a drákonak is, az ördögnek is, a sötétségnek is van, ami azon dolgozik, hogy az Isten tervét hogy lehet meghiúsítni az életünkbe. Sőt, nem csupán egy ilyen ágról szakadt ötletként volt, hanem mondja az ige, felsorolja, nem véletlenül, azért szeretem a Bibliát, mert rendkívül pontos. Tanácsosok, igazgatók, fejedelmek összegyűltek tanácskozni, hogyan tudnánk meghiúsítni azt a tervet, amit a király eltervezett Dánielnek. A Biblia határozottan mondja, hogy a második égben az ellenség, az ördögnek az angyalai hasonlóképpen tanácskoznak, gondolkodnak, hogy tudnák meghiúsítani Isten tervét az életedben. Nem önműködően történnek, ahogy szokták régen mondani, ami a nagy könyvben meg van írva, el se kerülheted. Hát azért szerintem nem mindegy, hogy az Isten terve, vagy a meghiúsító terv lép érvénybe. Én azt gondolom, van is egy ilyen mondás, segíts magadon, és az Isten is megsegít. Én nem hiszem azt, hogy karba tett kézzel kell várni. Hát, ha egy sűrűt galamb repül, a sűrűt galamb nem tud repülni. Ezért nem repül. Nekünk kell dolgozni, nekünk is van egy faktor, nekünk is van egy szerepünk, hogy melyik terv lép érvénybe.
Három olyan dolgot szeretnék csak felsorolni, mert nem szeretnélek a türelmetekkel visszaélni. Az első, amit látunk Dánielnél, hogy az ima életét akarják leállítani. Az volt az első terv. Ez volt az első olyan eszköz, ami meg lehet hiúsítani. Az Istennel való kapcsolata, ha egy embernek elromlik, rögtön a második terv lép érvénybe. Figyelted, hogyha egy nap nem tudsz imádkozni, nem olvasol az igéből, másképp telik a napod? Más terv lesz. Én még azt is megfigyeltem, hogy vannak olyan napok, amikor így megyek, és akkor zöld, 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 valahogy úgy minden megy. De van olyan, hogy piros, 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 piros. Hívom valakit, de most nem, nem tudok beszélni. Jó, másokat nem veszi fel. Jó, nem be. Két projekt fut. Két program fut. Van egy isteni terv az életeddel, és van egy ellenségnek, ami azon dolgozik, hogy ő jön, lopjon és pusztítson. És mi döntjük el, a mi hozzáállásunkkal döntjük el, hogy melyik fog működésbe lépni. És Dánielnél mi volt? Állítsuk meg, hogy ne tudjon imádkozni. Van egy ilyen ördögi terv, figyeld meg, ami mindent megtesz arra, hogy ne legyen időd szentírást olvasni, ne legyen időd imádkozni, ne legyen időd Istennel elrendezni a dolgaidat. Mekkora mindenre kell? Kell menjek ide, kell menjek ide, kell menjek ide. És este becsukodik még a szemem, tiéd, nyitva marad, atyám. Ennyi. Amikor ezt az ember több időn át egyszer észrevesz, te, hát ez milyen keresztény élet? Még a mi atyánkat sem tudtam elmondani reggel. Csodálkozol utána nem működik? Mivel mi dependens emberek vagyunk, Istentől függő lények. Mi nem önmagunkban vagyunk, hanem Istentől kapjuk az energiát. Istenből, és az a Szentíráson keresztül olvasod a Bibliát, és erőt kapsz. Imádkozol, erőt kapsz. Az Úrban jársz, elbeszél, elmondod az Úrnak, más napod van, más napon van. De tudd meg, mindent megtesz az ördög, hogy ne legyen időd. Nem figyelted? Én meg kipróbáltam. Olyan fáradtam, megnéztem a Bibliámat, jaj, este, én nem tudok most semmit olvasni. Becsuktam, mondom azért, hogy megnézem a híradót, mielőtt lefekszem. Na, meg egyszer csak kinyílik a szemem. Híradó, lemegy, lemegy a másik, lemegy egy film, lemegy, én még mindig így. Én érdekes, mikor a Bibliát kell olvasni, akkor alszok. Mikor kell tévét nézni, felébredek. Mindent megtesz az ördög, hogy megakadályozzon. De tedd be Istent az első helyre, hogy lesz időm Bibliát olvasni, lesz időm igét olvasni, lesz időm imádkozni. Nem lehet helyettesíteni. Ez csak olyan, mint a matek órán csinálsz, mondod, hogy nem akartam menni órára. Mondja, beteg, jó, bekarikázzák, de ha nem tanultad meg a kétszer kettőt, mert lógtál az óráról, az életben még eszedbe fog jutni. Az imát soha semmi nem pótolja. A Biblia olvasás soha semmi nem pótolja. Nem azt jelenti, hogy nem kell olvasni egyéb könyvet, kell. De az ige olvasás, az imádkozás, az eldönti, hogy aznap melyik terv fog működni. Ha minden nap az Úr terve működik, a hét minden napján Isten terve működik, a hónap minden napján, az év minden napján, tudod milyen nap éved lesz? Jó. De hogyha a napokat nem vigyázunk, az hónapokra nem vigyázunk, akkor megébredünk decemberben, hát elég gyenge éve volt. Mondjak nektek valamit. Vannak nehéz évek. 2008-as év is, a Covid is így volt. Több emberrel beszéltem, aki ezekben az években mondott, te Sándor, többet kerestem, mint máskor. Mert van Istened, aki a nehézség ellenére is meg tud áldani. Ő nem úgy, nagy baj van, ezeknek Covid van, mit csináljunk ezekembe? Jó, ezek Romániában vannak, mit is csináljunk? Képzeld el, hogy nincsen, Isten nincs pánikba, nincs hozzákötve, ő Isten. Mi döntjük el, mi felelősségünk, hogy melyik tervnek a mozgató rugói vagyunk. Majd akkor van fáradtan, nincs nekem kedvem imádkozni, mit kell imádkozni itt. És ahogy leengeded a kezed, más ember vagy. Más lesz a gyermeked, más a házasságod. Nőnek az állatok. Tudjátok, az elején piciki, bogaracska, verebecski, drágaságom. Nem, ugye ez az ember úgy nő, mint a gomba. Marha,
ökő, barom. Egy perc alatt, ne gondold, hogy te fel vagy mentve. Én sem vagyok, és te se vagy. Ha az ima életünk erős, akkor maradunk normálisak és keresztények. Ha elmulasszuk ezt, egyből jön elő az a durva vad. És azt nem kell gyakorolni, ezt tudjuk gyakorlás nélkül. Az ima életed egy sóha, azt mondja, miből keresétek először Isten országát és az igazságát. Mondjad a szomszéddal, keresd először Isten országát és az igazságát. Második dolog, amit szeretnék kiemelni, ezt már tapasztalatból mondom, és ezek a konfliktusok. Ha az ember konfliktusba kerül, és nem tudja jól rendezni az a konfliktus, ki tudja téríteni a pályáról. Itt csupán Jákobnak az életét szeretném előtöbbbe hozni, mert a generációk közötti konfliktusra emelném ki a figyelmet először is. Szülők, gyermekek. Jákob átverte az apját. És azt gondolta, hogy sikerült. De tudjuk, hogy a pályájában 21 olyan keserves év volt, ami nem kellett volna legyen. És te nem tervezi az életedben a nehéz, sötét napokat. De vannak konfliktusok, amik viszont kimozdítanak az Isten. És ezért kérlek, hogy a szüleiddel, miért mondja az ige, tiszteld apádat és anyádat. Hogy? Hosszú ideig élj, és jól legyen dolgod. De ha nem tiszteljük, akkor ez a két dolog nem fog működni. És Jákob maga mondja, hogy az ő élete rövid volt, és nyomorosságot. Isten nem tett kivételt még Jákobbal sem, pedig felvette Isten a Jákob nevét. Azt mondja, hogy én a Jákob istene vagyok. De más típusú konfliktusokra is érdemes odafigyelni. Ott van Ábrahám és Lót. Nem fértek meg, összekaptak. És azt gondolta, hogy menjünk tovább. De attól a naptól kezdve Lótnak az élete lefele lett. Vannak emberek, akivel soha nem lehetsz konfliktusba. Ez ilyen édesapád, ilyen édesanyád, ilyen anyósod. Jó hallottad, anyósod, amelyeket úgy jó, ha fejjel nyitja az ajtót, tudom, de akkor is apósod, mert ők szüleid. És azt mondja az ige, hogy tiszteld, nem kell egyetértsél, de tisztelni kell. Ilyen azok az emberek, akik valamilyen módon vezetőjét, mint Lót számára Ábrahám. Ez döntés kérdése. Eldöntött, hogy nem leszek vele rossz kapcsolatban. De még mondjak, mert még van valami, nehogy elfelejtsem. Ilyen a feleséged, és ilyen a férjed. Soha nem lehet vele konfliktusba. Soha. Erre köszönöm szépen, valaki mondott egy áment. Még valaki van ébred itt, akkor jó. Tudtam, hogy ezt nem fogtok nagyon örülni neki, de ha nem mondom, igen, az igazat ki fogja nektek megmondani. Szeretnéd a jövő évet jól zárni? Akkor nem lehet az, hogy állandóan a békéltetési bizottságot játszod meg otthon. Hölgyeim, de ez úgy kezdődött, hogy ezt sem csináltad, ahogy kell, igen. És lehet, egyszer csak rájössz, te, hát lejárt az év. És utána tudod, mi a baj az 50 év után? Hogy annyi idő alatt telik 10 éve, mi másik egy év alatt. Csak az X-et húzod, nem az egyeket. Így telik. És még mindig nem döntötted, hogy kinek volt igaza. Azért harcolj. Te neked a harctársad nem a feleséged, és neked nem a férjed. Nézed különbség. Na még szép, hogy van, ez normális. Azzal nincsen baj, de nem élhetsz konfliktusba. Elfogadod, jó drágám, igazad van. Tudom, hogy nekem van igazam, de legyél boldog. Ha igazad van, nyugodj meg. Ha nincs igazad, akkor azért. Ha igazad van, azért. De nem lehet háborúzni. Ha háborúzol, értsd meg, nézd meg, Lót attól a naptól egy nagy szerencsétlenség lett. Úgyhogy istenfélő volt, mert benne van a Bibliában. Attól, hogy keresztény vagy, az nem azt jelenti, hogy minden rendben van. Keresztény is tud nagyon szerencsétlen lenni. Csak az a különbség, hogy van a nyakában egy kereszt. Az is valami. És amikor eltemetik, a koporsójára is tesznek egy keresztet. És ez is valami. De nem jobb lenne hosszú életet élni inkább? Ez egy döntés kérdése.
Én is eldöntöttem bizonyos emberre, hogy soha nem leszek konfliktusban. Ha láttam, hogy jön felém, félreállok. Például a vonattal nem leszek konfliktusban soha. Még akkor is, ha nekem van előnyöm, eldöntöttem, akkor is megadom. Hát döntés kérdése, megnyomod a féket, ennyi az egész, mennyi rendben. Miért kell mindig kiharcolni, de igazam van? Igen, és akinek igazam van, mi jár? Tudod. És akkor mit nyert vele? Ez döntés. Értsd meg, nem arra vagy teremte. A belső Winchestered nem úgy van kitalálva, hogy állandóan magyaráz, igazam van, nincs igazad, de igazam van, vita, veszekedés. Ha növekedni akarsz, miért? Egy jó veszekedés után tudod, mi lesz? Beindul a B program, nem a növekedés programja. A legszebb nap, úgy süt a nap, csodálatos, jaj, de gyönyörű. Most csak nem, itt senki sem példázok, remélem nem is profétálok. De fel kell. Ilyenkor kell felkelni? Bocsi. Beszélj, most egy kávét nekem. Na hallgass, kész. Utána már nem látod, hogy süt a nap, mert beborult teljesen. A legszebb napot is el lehet rontani hülyeséggel. És elmondok nektek, hála Istennek betöltöttük a 42 évnél több. Nem tudom, ugye 42 éves biztos vagyunk már. Jól tudom? 41? Látjátok, igaz, már 42-nek tűnt, de mindegy. De azt figyeltem meg, hogy az a nap, amikor konfliktus van, az a nap olyan, mint a ki lenne vágva az életünkből. Nincs, nem tudsz produkálni, nem tudsz növekedni, nem az Isten terve működik. Csak akkor döntés kérdése, dönt el, én bizony életben többet nem fogok konfliktusban lenni a feleségem. Ez döntés kérdés. És hogyha elkezd hisztizni, akkor megöleled, ha nem hallgat, szájon csókolod. És akkor nem tud mit csinálni. Egyszer nem tud se csókolozni, és kiabálni is. De a feleségedről van szó, nem másról, nem félrejöttél, az úr áldjon meg. Nézze, mit néha neki a másra gondolt. Ne legyen piszkos a fantázia. Ez a feleségedről szó. Ha a férjed nagyon sokat mond, akkor dicsérjed, mert rögtön elhallgat. Hogy mondtad? Te vagy a legjobb. Hogy mondtad? Jól mondtad. Még mondjad. Igen. Rögtön elhallgat. Döntés kérdése. Hidd el, mi vagyunk a felelősek, hogy melyik programod. Csak a rengeteg időt. Ha még egyszer, én nem lehet már újra kezdeni az életet, de ha lehetne, egy dolgot csinálnék. Egy csomó konfliktus másképp, a konfliktushoz másképp állnék hozzá. Héten is kaptam egy gyönyörű levelet. Úgy felvitték a cukromat, hogy majdnem. De aztán, amikor elolvastam, eszembe jutott, hoppá, én hoztam egy döntést. Nem leszek ideges, fő a nyugalom. Félrelapoztam, és mondtam, még azért se fogok felbosszankodni. Nem én aztán. Tőlem, ha feje tetején áll a világ, akkor sem. És tudod, mi történt? Nem is bosszankodtam fel. Rájöttem, hogy hát ezt el is tudom dönteni. Hát most miért engedjem el ezzel a hülye levélért, hogy tönkre tegyék nekem az ünnepeimet? Hát mondom, ez azért volt időzítve. Ja, na még azért is fogok ünnepelni. Hálát adok az Istennek ezzel az évért, jókat nevetünk, hülyéskedünk, jövőre elég lesz majd, ha nem átadjuk az ügyvédeknek, intézzék. Mi a probléma? Azoknak is kell megélni, és semmi probléma. Van, aki ezen gondoskodik, hogy nekik is legyen munkájuk. Mi a probléma? Ne engedd meg, de a feleségeddel se, férjeddel, testvérekkel, barátokkal, kinek van igaz, kit érdekel. Az idő véges. 35 ezer nap. Szóval hamar megy, minden nap egyet. Jó, de tudom, hogy többen 120 évet akartok élni, akkor az Isten adjon 40 ezer napot, semmi problémám vele. De az is rövid. Túl rövid ahhoz, hogy veszekedjünk. Túl rövid arra, hogy konfliktus legyen. És tudod, mi a jó hír? Az okosabb enged. A nők szoktak okosabbak lenni, úgyhogy sok sikert. Ki kell bocsánatot kérjen? Akinek hamarabb eszébe jut. Nem szabom, mert a konfliktust Ábrahámtól, Lóttól kezdve, Jákobik, ezek a hithősök, a hit emberei, nagy emberei. De nézd meg, hogy az életükben micsoda kárt okozott a konfliktus. Jákob 21 évet tett tönkre az életéből. Azért keserves volt.
Harmadik dolog, amit szeretnék még mondani, amivel ezek olyan csapdák, amit szerintem az ördög kitesz az életünk útjába, mert nem ő kezdte, nem Ábrahám kezdte, nem, még nem is Lót kezdte, hanem a szolgák kezdték. Hogyha belelép az ember, akkor elveszíti. Ha nem lépsz bele, akkor kész. Például Ábrahám nem lépett bele, mondta, ó, ne legyen köztünk konfliktus. Barát, menj olga, csináld, hogy akarod, legyél boldog. Ő egyet tudott, hogy a békesség nagyobb kincs. Nem engedem meg senkinek, hogy ezt ellopja. Mi békesség van a családban, addig a jó program fog működni. Amikor már a hangos decibelben a szomszédok is hallják a kedves beszélgetést, akkor már egy másik program indul el. A másik dolog, amit megfigyeltem, és ezt fel is olvasnék ehhez egy igét, vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon, nehogy a keserőségnek bármely gyökere felnövekedőjén megzavarjon, és ez sokak által megfertőztessenek. Azt mondja itt az igé, és itt erre szeretnék kitérni, hogy meg kell tanulni, feldolgozni a nehéz helyzeteket az életben. Mindenkinek van nehéz helyzete. De azt mondja az igé, vigyázzatok, kire? Magatokra. Vigyázzunk magunkra. Vigyázzan arra, hogy senki ne keserüljön meg. Mindenünk életében ebben az évben is voltak nehéz napok. Vagy talán veszteségek, nagyon rosszak. Meg kell tanulni szépen feldolgozni. Nem csak a fogunkat kell kimossuk, nem csak az arcunkat kell kimosni, hanem a lelkünket is ki kell mosni. Fel kell dolgozni. Sámson házassági problémába keveredett. A felesége megcsalta. Az az igazság. Nagyon nagy dráma, nagyon nagy tragédia. Csak tudjátok, mi a furcsa? Hogy Sámson fizetett érte nagyon nagy árat. Attól a naptól úgy született Sámson, hogy megjelent egy angyal az apjának, és aztán az apjának is, hogy fog születni egy hős, egy erős ember. Képzeld el úgy születni, hogy az angyalok előtte bejelentik anyádnak, hogy teres leszel. Az nem semmi. És hogy Istennek az erre rajta lesz. És mégis egy ilyen áldott ember, egy ilyen nagy, speciális, különleges ember, talán 5 ember van a Bibliában, aki ilyen volt. És ez az ember nem tudta azt a pályát befutni, amit kellett volna. Miért? Mert nem tudta feldolgozni azt, hogy a felesége megcsalta. Attól kezdve végig megy és bizonyítja. Megy ide, megy oda, próbálja otolgatni, vigasztalni magát. Bosszút áll itt, bosszút állod, barátom. Vesztettél? Csalódások értek? Becsaptak? Megcsaltak? Átálltak? Anyagilag? Mindenkit ér ilyen. Ha nem dolgozod fel, elmondom neked, egy megkeseredett kígyóvá válsz. Akit nem lehet már megsimogatni, akkor is harap, ha simogatják. És ezt úgy hívják, hogy kígyó. Mérges kígyó. Ki kell dobni? Este, mielőtt lefekszel, azt mondja a Biblia. Mielőtt lefeküsztök, mit kell csinálni, mi a napleme megy? Megbocsájtunk. Ez nem azt jelenti, hogy hónap megint megyek hozzád, hogy te, ha gondolod, még adnék neked lovét, mert láttam, hogy jól ellógtál a sok pénzemmel. Gyere, adjak. Vagy hogy nem adok esélyt neki. De ne, a szíved nem lehet szemétdomb. Valakinek a mocska nem lehet a szemétben, nem lehet a szívedben, hogy keserítsen. A fájdalom nem lehet ott. Azt mondja a Biblia Annáról, hogy ő imádkozás közben azt mondja, és kiöntöttem a szívemet az Úr előtt. Van egy hely, ahol ki lehet mondani, Uram, nagyon fáj, amit tettek velem. Becsaptak, átvertek, megcsaltak. Csalódtam, mindenkibe csalódtam. Énekelj, te is, ha azt akarod, mit bánom én? Csak egyet kérek, hogy kezd el feldolgozni az ügyeidet. Ne hordozd át, jövőre ne vidd át az ez évnek a terheit. Mert ha túlterhelnek egy repülőt, mi lesz vele? Lezuhan. Túlterhelnek egy hajót, mi lesz vele? Elsüllyed. Túlterhelnek egy hívőt, mi lesz vele? Beesik a pokolba. Ne gondold, hogy túlterhelő vagy. Idegileg sem, de a lelkünknek van egy teherbíró képessége. Nem úgy vagyunk kitalálva, hogy hordozzuk, becsapta. Borzasztó. Miért engemet? Add át szépen az Úrnak. Vesd az Úrra te
terhedet. Ez egy nagy teher. Akit becsaptak pénzbe, vagy a szavadat, vagy olyan ember, akitek jót tettél. Általában azok szoktak becsapni, aki a legjobbat teszel. Ezt tudod, hogy Jézust is becsapták. Feltámasztotta az embereket, meggyógyította a betegeket, megvendégelte a szegényeket. És mi volt a köszönet? Kereszthalál. Nem csak téged érnek ilyenek, mindannyiunkat érnek. De ami a szomorú, hogy még mi is okozunk csalódást másnak, anélkül, hogy akarjuk. Nem csak mi kapunk, még mi is adunk ebből. De ha ezt nem tanuljuk meg kezelni, ha lelkünket rendbe tartani, eltorzít, és egy nap csak nézed, hogy nem működik, valahogy nem működik, pásztor, én nem értem, látok, működik, letnek, de nekem nem működik. Azért nem működik, mert túl vagy terhelve, nem bírsz kimenni a hegyen. Tedd le azt a nagy terhet a hátadról, és toksz, mert azt mondja a Biblia, hogy akik az Úrban bíznak, igen, és tovább, szánra kelnek. Na most kérlek szépen, hogyha meg vagy kötve, meg vagy túl vagy terve, nem tudsz repülni. Csinálod, hogy csinálod, csak úgy marad, mint a verép. Helybe. De nem vereb életre vagy elhívva, hanem sas, tud szárnyalni. Hát hogy lehet szárnyalni? Hogyha egy így csapott be, a másikba így csalottam, egyik ezt csinálta. De hogyha már vesztette, most miért indíts be magad ellen a másik programot? Tedd, add át azonnak, Uram, borzasztóan fáj. Vedd ki a szívemből. És csak ez érzed, hoppá, már nem is fáj annyira. Átadod az Úrnak, azt, és egy tanácsot mondok, ezt én is így gyakorolom, egy jó ideje, aki felbosszant, az felkerül az ima listámra. Ezért minden este megáldom. És ha nem tudok aludni, azzal kezdem. Uram, áld meg, adj neki, bocsáss meg a bűnét. Ne, azt mondja a Biblia, szeressétek az ellenségeiteket, és áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, és ne átkozzatok. Ez a Biblia, ezt kell csinálni. És tudod, milyen jól lemegy a teher utána rólad? Ó, tényleg, már nem is fáj annyira. Hát szegény nem tudja, mit csinált. De nem hordhatsz terhet, értsd meg. És azt mondja a Biblia, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van. Hol nézd meg ezt az évet, vajon? Hány nap működött az Isten terve az életedben? De minden nap, amikor tehezteltél valakire, beindult a B-terv, a pusztító terv, a meghűsítás terve. Csodálatos élet, a kereszténység az egy fantasztikus dolog, de úgy vagyunk kitalálva csak, hogyha az Úrban járunk, és nem, a sebeinket nem engedjük, hogy elmérgessegyenek. Az a seb, amit nem kezelnek, mi lesz vele? Befertőzik. A múltat nem tudod megváltoztatni. A múltadat nem tudod letagadni. A sérelmeket hiába mondod, hogy nincsen ott, mert ott van. De van gyógyír, Jézus vére. És mondod, Uram, ez nekem nagyon fáj. Megsértettek, megbántottak, a jó hír nevemhez nyúltak. Nézd meg! Mennyből az angyalt tegyed be máskor, mert szebben szólnak. Na látod, hát nem jobb poénkodni, most szegényt hozzuk kényelmetlen helyzetbe. Aki nem tudja kikapcsolni a telefonját, azt tegye be, mennyből az angyalt, és akkor is énekelünk rá, vagy csendesét, vagy valamilyen. Hát a végén, nem szabad szívre venni a dolgokat. Dánielnek az volt a nagy titka, hogy nem lépett be a csapdába. Mondták, hogy ne imádkozzon. Tudod, mit csináld? Pont úgy imádkozott. És ha nem lépsz be a csapdádba, akkor az Isten terve fog működni az életedbe. Nagyon repül az idő, most nem tudom, én nézem, hogy így elmentem, egy órája prédikálok. Fú, de pedig ezt megpróbálom gyorsítani valahogy. Azt mondja az ige itt tovább, hogy nézzétek meg, nem működött, látták, hogy nem áll le Dániel, de a tanácsosok nem álltak meg. Hanem megint elmentek a királyhoz, mondták, hogy ez király, nézd meg, ez megint tovább imádkozik, ez nem lehet leállítani. És akkor belementek a még rosszabbba. Elkezdték vádolni, kárhoztatni, és rágalmazni. Ja, ez se úszod meg. Tudod miért?
mert vannak irigyeid. Nem mindenki örvend annak a felemelkedésednek. Hallottam már több olyan szemét, aki majdnem kicsit visszasírta a kommunizmust, azt mondja, milyen jó volt, akkor nem volt senkinek semmilyen. És nem voltunk itt, nem voltak irigyek. Én szerintem az annyira nem volt jó. De egy jogot jegyezd meg. Ha Isten fel fog emelni, és akarod, hogy emeljen, nem tudod elkerülni, hogy legyenek irigyeid. Ezt nem tudod elkerülni. És az irigység az, ami hajtja és energizálja a B-tervet. És folyamatosan beszélnek és kárhoztatnak, hogy ez ilyen, ők tudják. A Bibliában Dániel az egyik legnemesebb lény. Három embert emel ki a Biblia, a legjobb emberek között sorolja. És azt mondja, ebből Dániel. Sőt, megjelenne neki az angyal, és azt mondja, Dániel, kedves férfiú. Az Istennek ez a véleménye, hogy Dániel, kedves férfiú. Az irigyeit pedig azt mondja, mi ez? Egy tiszteletlen pacák. Ez egy pofátlan ember, ez nem tisztel senkit. De az Úr másképp lát. Van egy jó hírem, az a döntő, hogy lát az Úr. Nem ahogy látnak az irigyeit, nem ahogy látnak a rágalmazóit. De ez is egy csapda. És tudod, minden jön tetszik nekem? Nézzétek meg, olvasd el a történetet kétszer is. Egyetlen egyszer nem megy oda Dániel. Király, nem hallom, nem így volt, nem így volt. Szeretném elmondani. Ha valaki elkezd vádolni, kárhoztatni, hazudozni rólad, soha az életbe ne menj bele a csapdába. Elkezdesz magyarázkodni, már beleléptél. Hát menj tovább boldogan, és azt, amit Jézus, mert Jézust is vádolták, azt mondták, részeges, nagyokat eszik, sajnálták meg az ételt is Jézustól ember. A fösfényeit neki. És nem magyarázta Jézus, de nem is részegettem meg, de nem is ettem annyit. Azt mondta, bocsáss meg, Uram, nem tudják, mit csinálnak. De nem lehet úgy felülemelkedni, hogy az irigyeid, akik lemaradnak, hogy ne akciózzanak, ezek mindig fogják csinálni. A nagy baj az, ha téged emel az Isten, de visszaknézni, jó, de nem úgy volt, az, ha tisztázzuk, de egy irigy emberre nem tudja, nincs mit tisztázzál. Egy vádlóval nem lehet tisztázni a dolgokat, és nem kell tisztázni. Mi csináljad a dolgaidat, téged pedig az Isten még jobban meg fog áldani. Abban a pillanatban, amikor te ezzel kezdesz foglalkozni, elveszített, beléptél a csapdába. Nézd az Úrra. Nézd, hogy mi az Istennek a terve. Ne nézz vissza. Jó, de hát azt mondta rólam, hát figyelj, a vádlótól te ne várj mást. Az irigy emberektől te ne várd azt, hogy elismerjék, hogy te, az igazság az, hogy tehetséges. Hát Dánielről meg van írva, hogy tehetséges volt, nagy képességű volt, nagy tudású volt, azért tették ki, nem azért, mert nagy feje volt. Más is felismerte. A munkádra senki nem irigy, a kép, a tehetségedre senki nem irigy. Lehet az autódra irigy. Jaj, Anna, nézd, de milyen autója. Miből van? Na megnyugtatlak, vasból, műanyagból van benne alumínium is, ennyi. Mit kell idegesítni? Nem magyarázta neked, honnan van. Ez neki fáj. Ő járjon hajtánnyal, ha akar. Most már lehet elektromost is kapni, az is előny. Eko, vagy hogy mondják, nem károsítja annyira a zöld energia, pláne ha lábbal hajtod. Hagyjad az irigyeidet. Téged pedig Isten áldjon meg még jobban. De abban a pillanatban elkezdesz vele foglalkozni és magyarázkodni, hogy de igazam, de nem úgy van. Nézd meg, Dániel, mennyit magyarázkodott. Na, annyit magyarázkodj te is. Vagy arra összpontosítsz, hogy mi az Isten terve az életemmel. Fejebe menjen, megáldjon, élettel áldjon meg. Nem az, hogy mit mondanak. Jézus mikor ült le a farizeusokkal, de én nem voltam részeges. Ittam, igaz, de nem voltam részeges. Annyit azért nem ittam. De nem így volt. Ettem, de hát aztán én éhes voltam, rátudtam, nem volt 6 attól törék, csak 5 volt. Mondott ilyen Jézus? És akkor minek kell belemenni ilyen alpári, semmit, visszahúzó beszédek, ezek visszahúzó beszédek, kimozdítanak, ezek csapdák. Hát a vadakat így azért teszik oda a csapdát, hogy megfogják. És ezért meg a rágalmazás is egy ilyen csapda.
a sikeres ember számára. És ebben az évben azt tanultam, hogy ezzel többet az életben soha nem fogok foglalkozni. Ha feje tetejre állnak az emberek, akkor sem. Mindenkinek szabad beszélni, elmondom. A bárányok bőgnek, a farkasok vonyítanak, a karaván halad. Mi megyünk előre. A jó emberek jót mondanak, a rosszak akkor is rosszat mondanak, hogyha te letérdelsz, és mind így csinálsz neki, drága Jóisten, áldjon meg. Azt mondja, nem szorítottad elég szorosan a kezedet. Ő mindig ki fogja találni. Mert mi nekünk vannak hibáink, de Jézusnak nem volt, és mégis hibát találtak benne, és akkor mi mit akarunk? Ne akar megfelelni a kritikusaidnak, nem kell megmagyarázni, hogy nem pont úgy volt. Ne fáradj magad, légy olyan, mint Dániel, ne törődj azzal, te nézz előre, dolgozd fel. Este, mikor lefekszel, ne feküdj le terhekkel. Néha, amikor lefekszünk, beindul, és az ember lelke úgy kezdi feldolgozni. Ezt jól megvágta. Emlékeztek, meséltem neked. Egyik szomszédom egyszer mikor álltam ki a kapunál, kellett körülbelül 2 másodpercet várjon, amíg elálltam. Kiáltott a bólé. Hát egy 10 napomba telt, mire vagy feldolgoztam. Nekem bó, senki nem mondta még eddig. Hogy mondja? Fredbe sem fájt. Aztán akkor jöttem rá, hogy lehet megcsinálni, meg eszembe jutott. Mit kell csinálni? Imádkozni. Elkezdtem érte imádkozni. És tudod, miért imádkozok? Hogy legyen az Istennek a báránya. Ha ezt azt merte rám mondani, hogy én egy nagy marha vagyok, akkor addig imádkozok, mi belőle Istennek a báránya lesz, nem úszom meg. Bekerült a vizoromba, ott van a szomszédom, mikor láttam az autóját, nem úszom meg. Áldjon meg az Úr, térjél meg ez a Jézus Krisztus, hogy nem úszod meg. Mész a mennybe, nem hagyom, nem hagyom. Mit képzelsz? Engem csak úgy marházol? Hát vigyázz, hogy mit mondasz rólam, nem úszod meg, írlak fel téged is az Úr Jézus tejébe, áldjon meg az Úr téged ott, ahol vagy, te irigy vallásos fazon, téged is áldjon meg az Úr. Ezt kell csinálni. Ne engedd, hogy megmérgezzen. Találj ki valamit. Imádkozz érte, vidánkodjál, poénkodjál. De ne vidd be a családodba. Nem kell tudja az egész család, milyen nagy, nehéz napon volt a munkahelyen, így felidegesítettek. Azt szépen zárd be az irodádba. És mész az, hogy vagy? Csodálatos. De még a téged látlak, nem vagyok valaki, úgyhogy jól vagyok. Hát nem, örülsz, hogy látsz. Hát dehogy is nem örülünk. Szemüveg nélkül is látlak, képzeld el, ez is áldás. Szemüveggel még jobban látlak, de először így is jó. És teljesen koholt vádak voltak. Nem mondta, tényleg lehet, hát igaz, én is tényleg rabszolga háttér vagyok. Hát tényleg, van benne valami igazság. Szeretnék ahhozokhoz szólni, akik magatokra engeditek a vádlást. Soha ne tedd. Ha az Isten valamit akar neked mondani, megmondja. Nem kell ez egy idióta mondja meg, hogy te ilyen vagy. Van Bibliám. Ne engedd, hogy a vállás, hát tényleg jó fogoly háttérből vagyok, hát tényleg kicsit tökéletlen vagyok. Nem. Tudod, mit mondott? Tökéletesen éltem. Ennek volt karaktere. Tudta, hogy kicsoda. Engedd, hogy a személyiségedet összetörjék, hogy hát azért van benne igaz, tényleg sokat vétkeztem. Miért ki az, aki nem vétkezett? Azt mondja, nem vétkeztem semmit. Se ellened, se a király ellen, se senki ellen. Ártatlan vagyok. Aztán, kinek képzelette magad? Nekem is szokták, hogy kinek képzelette magam? Isten gyermekének. Hiszek Jézus vérébe, hiszem, hogy Jézus megváltott. Mert mi a megváltás? A megváltás az nem azt jelenti csak, hogy Isten úgy elnézi a bűneinket, hanem azt jelenti, hogy állunk sorba az Isten királyi trónusánál, az első, aki odaállt, az Jézus volt. Voltál már kasszagépnél? Ő odaállt elsőre. Mi jöttünk utána. És azt mondja a kasszásnak, Uram, aki jön mögöttem, annak én kifizettem a véremmel. Itt van. De ez tróger volt, annak is kifizetem. Ez rossz volt, annak is. És mész oda, és mondod, az igazság, hogy nem tudom kifizetni a bűneimet. Azt mondja, Uram, nem is kell. Ön előtt volt valaki, aki kifizette. Meséltem nektek, voltam a kombinátban, nyílt egy rompetrol. Új benzinkút,
És a vej mondta, hogy menj oda, mert ott nagyon jó az üzemanyag. Mondom, oda megyek. Megyek. És mikor akarom fizetni, mondja, uram, van aki, ön helyett kifizettem. Mondom, nem lehet. Biztos a feleségem. Mondom, a feleségem a kocsiba ül, ne hülyeskedj. Egyszerre csak nem ragadt el az urma ide. Valaki, de ki akarom fizetni? Nem lehet, értse meg. Ha egyszer valaki kifizeti, nem lehet. Érted, hogy Jézus kifizette a bűneid árát, és nem lehet még egyszer kifizetni? Fogadd el, ez a kegyelem, hogy valaki helyetted kifizette. És kész, Isten komolyan vett, te vette is komolyan. Ja, és akkor nem kell legyonnyam, és leróljam, és leimádkozzam, lebőtöljem, nem kell fejrád, elfogadod, ez a kegyelem. Mert a vér kifizette, Jézus kifizette. Ez a kereszténység lényege, nem azt jelenti, hogy mi kinek képzeljük, mi a kegyelemből elfogadjuk azt, hogy valaki helyettünk kifizette. És ha nagy vonalú akarsz tenni, menj el a vendéglőbe, és látsz egy öreg ember, fizess ki helyett a kaját. És mindjárt te is krisztusi módon élsz. És milyen jó érzés. És menjen oda, hogy fizessek ki, és te nézed a sarokban, mit csinál. És mondják, hogy valaki kifizette. Ki? Az az ember. Hát nem ismerem. De úgyis kifizette. És képzeld el, hogy mi nem ismertük őt, és úgy fizetett ki. Nem azt mondtad, annyira aranyos vagy, mikor énekeltél a daládába, meghatódtam. Jaj, de aranyos pólyás voltál, mindig mosolyogtál álmodba. De jól megnőttél azért azóta, megváltoztál elég nagyon. Nem kell semmit, elfogad csak, hát ingyen van. Ez a kegyelem. Drága barátaim, tudjátok miért olyan komplikált a kereszténység? A csomó hagyomány mindenki rápakolt, az azóta ilyen nehéz. Maga az evangélium ilyen egyszerű. Ilyen egyszerű, persze. Hát nem lehet igaz, hogy ilyen egyszerű, pedig azért igaz. Azt mondta Isten Dánielnek, kedves vagy. Döntsd el, kinek a véleményére adsz. Elég az Isten véleménye, vagy még szeretné valami jön, egy Mihály angyal bemutatkozok, most jöttem a mennyből, itt a mandátumom. Azt mondja, hogy kedves vagy előtte. Gyönyörködök. Szenvedélyesen szeretlek. Azt nézem, hogy be kéne fejezni. De még van a jegyzetből. Hát mondjuk jövő héten is kell valami prédikálni, tényleg. Lassan befejezem. Úgy érzem, hogy itt álljunk meg. Szeretném elmondani. Tudod, hogy fejeződött be ez a történet? Kihozták a veremből. Megszabadul Dániel. Ha hűséges maradsz az Úrhoz, Isten meg fog szabadítani. Lehetnek nehéz napjaid, de te maradj hűséges az Istenhez. És ha hűséges maradsz, az Isten programjában az is benne van, hogy a végén kiszabadít. Lehetnek átmenet napjai mindenkinek. Szerintem vannak is. Vannak az évnek nehéz napjai, a sorsunkban is vannak nehéz napok, de a programban az szerepel az utolsó helyen, hogy aki mindvégig hű, megtartatik. Az szerepel, hogy mi, sok baja van az igaznak, de valamennyiből megszabadítja őt az Úr. Az van benne, hogy átmenvén a síraló völgyén forrását eszik. Ne keseredj el, akkor, ha voltak az életedben nehéz napok. Maradj hűséges. És azt fogod látni, mint Dánielt, Isten kiemelte. Csodálatos az Isten hűsége. Engem mindig meghat az Isten hűsége. Ez nem az érdemeink, hanem az ő érdeme. És arra kérlek benne, a dicséretet kérem, hogy jöjjön fel. Szeretnék egyet imádkozni. Nem tudom, hogy hányan ismertétek fel, hogy eléggé vegyes program működött ebbe az évbe. Voltak olyan napok, amikor az Isten programja működött az életünkben, volt, amikor meg beindítottuk a alármát, a rossz programot, vészhelyzeti program, a B program, ami nem az Isten akarata. És ezért kérünk az Úrtól bocsánatot. És hidd el, ha mindig az Isten programja fog működni az életünkben, sokkal csodálatosabb és sikeresebbek leszünk. Kérlek, hogy álljatok fel, hányatokat érintett meg az ige, vagy talált valamilyen szinten. Akkor mondjuk közösen el egy imád. Kérlek, hogy mondjátok utána. Mennyi atyám! Hálákat adok neked Jézus Krisztusért, akit elküldtél, hogy a te programodat onnan a mennyből lehozza a földre, hogy nekem életem legyen, örök életem legyen.
és bővölködjek minden jóban. Uram, én most hozzád jövök, és megköszönöm azt, hogy Jézus a te véreddel kifizetted minden adósságomat, minden bűnömet, minden tévedésemet. Uram, ismerem, szükségem van a te kegyelmedre. Bocsáss meg nekem, tisztíts meg engem, és bocsánatot kérek. Minden olyan helyzetért, amikor lehetőséget adtam, hogy az ellenség programja működjön az életemben. De most kérlek téged, állíts helyre az életemet. Én téged akarlak követni. Legyen meg a te akaratod, ahogy a mennybe, úgy az életembe. Tisztíts meg engem. Mosd meg engem. Változtass meg engem. Jézus nevében. Köszönöm, hogy meghallgattál. Köszönöm, hogy van egy jó terved. 2023-as évre is. Az én számomra. Uram, tedd igenné és ámenné. Tedd valóságossá a te tervedet az én életemben. A Jézus nevében. Ámen. Ámen. Dicsérjük az Urat!